Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Ma rendhagyó módon Kolozsvárról, az RMDS Szövetségi Képviselők Tanácsának a kihelyezett üléséről jelentkezünk. Ma esti meghívottam itt a 24 pluszban Kelemen Hunor, az RMDS elnöke. Jó napot kívánok, elnök úr! Jó napot kívánok! Azzal kezdte a mai Szövetségi Képviselők Tanácsán a politikai beszámolóját, hogy megengedhetetlen, felháborító és egyértelmű diszkrimináció mindaz, ami a katolikus iskolával történt a legutóbbi bírói döntés értelmében, ugye a működését ismételten úgymond nulláról kell kezdeni. Mit lehet tenni, elnök úr? Hiszen azt is elmondta, hogy itt nem állunk meg, és erős közösség vagyunk, és tovább fogunk lépni. Milyen lépések vannak előttünk? Először is a legfelsőbb bíróságnak az ítélete az felháborító, minősíthetetlen, és érdemes elmondani, el kell mondani azt, hogy gyakorlatilag a törvény alkalmazása véget, két miniszteri rendelet született 2019-ben, ez a döntsülő kormány idején. Az egyik az létrehozza a Rákóczi Ferenc Katolikus Iskolát Marosvásárhelyen, a másik pedig az ortodox liceumot, egy ortodox liceumot Temesváron. Ugyanaz a miniszteri rendelet, csak az iskola neve különbözik, és az iktatószám, mert rendeletről van szó. Most megtámadják a Marosvásárhelyit, azt a bíróság hatályon kívül helyezi, a legfelsőbb bíróság véglegesen, a másik az köszöni szépen jól van. Itt nem arról van szó, hogy dögöljön meg a szomszéd kecskéje is, hanem arról van szó, hogy egyértelmű diszkrimináció, amikor ugyanolyan módon, ugyanabban a pillanatban alapított két iskola közül az egyiket megszüntetik, vagy az őt létrehozó dokumentumot semmisnek nyilvánítják, a másik megy tovább. Ez a tényállás. A másik tény az, hogy meg kell várnunk a legfelsőbb bíróságnak az indoklását, hogy a döntésüket mivel indokolják meg. Az mindig egy támpont a tovább lépéshez. Egyébként minden ítéletnél ez nem csak ebben az esetben van. Mihelyt megszületik az indoklás, elolvassuk az indoklást, akkor abból fogjuk tudni, hogy a bíró vagy a bírók milyen érvek alapján és milyen kifogásokat felsorakoztatva helyezték hatályon kívül a miniszteri rendeletet. Hogyha magával a miniszteri rendelettel van baj, és miniszteri rendeletet kell, új miniszteri rendeletet írni, elfogadni, akkor azt fogjuk tenni. Ha nem elég a miniszteri rendelet, kormányhatározat kell, akkor kormányhatározatot fogadunk elfogadni. Vannak erre a politikai partnerek az RMDS oldalán? És amikor az indoklást ismerjük, akkor az iskolának az újraalapítását olyan jogi normával, amire szükség van, újra fogjuk venni, úgyhogy a következő tanévre legyen iskola, ez a legfontosabb. Akkor, amikor nem voltunk kormányon, voltak partnereink, most kormányon vagyunk, lesznek partnereink, vannak partnereink, ahogy én mondtam, első felháborodásom és meglepetésemben, ha beledöglünk is, újra fogjuk indítani. Ezzel nincs vita, meg fogjuk csinálni. Inkább, ami elkeserítő, hogy mindig van egy maroknyi ember, akit zavar ez az iskola Marosvásárhelyen, ha kell, hanem mondva csinált ürüggyel megtámadják az iskolát, az iskola működését, és folyamatosan a bíróságot járjuk, és 3 évente, 2 évente, 4 évente kezdjük előről az egészet. És ez megint minősíthetetlen. Ennek az iskolának működnie kell, van közösségi igény, jó iskola, a nevelés szolgálja, a gyerekeket szolgálja, és ezért mindent megteszünk, hogy folytassa a működését. Többször elhangzott, és az ön részéről is, hogy az a maroknyi ember, aki rossz hiszemű és támadja ezt az iskolát, illetve közösségünket, azok a csoportok. De kik azok? Kik támadnak folyamatosan? A Marosvásárhelyet tudják szülők, akiknek van jogi minősége. Mert ugye megtámadta Dantanasse, meg a Dantanasse Egyesülete. Őket kizárták a perből, mert közigazgatási bíróságon csak az fordulhat a közigazgatási bírósághoz, akinek van közvetlen érintettsége az ügyben. Dantanasse tudomásom szerint az iskolának nem diákja. Az ő gyerekei nem oda járnak. Ő nem támadhatja meg, neki nincs perbeli minősége. A többieket Marosvásárhelyről ott hagyták, ezek az unírás szülők, ahogy én tudom, egy csoportja, nem mindenki, nem általánosítunk, és ők, akik a közigazgatási bírósághoz fordultak és kérték az iskolát létrehozó miniszteri rendeletnek a megszüntetését, név szerint én nem tudom megnevezni, nem is az én feladatom, egy maroknyi, marosvásárhelyi emberről van szó. Van ma arra garancia, hogy szeptemberben a tanév, az újabb tanév kezdetekor igenis
működni fog a katolikus iskola Marosvásárhelyen, és gond nélkül tanulhatnak ott a gyerekek? Nézze, akkor, amikor megalapítottuk, létrehoztuk, akkor is mindenki azt kérdezte, hogy van-e garancia. Megcsináltuk, meg fogjuk most is csinálni. De egyszerűen az indoklást kell látnunk, mert az indoklástól függ, hogy milyen jogi utat kell választani. Miniszteri rendeletet, kormányhatározatot, nem tudom, hogy mit kifogásolhatott a bíróság, nem ismerjük. Azért én más egyéb spekulációban most nem akarok belemenni, hogy addig, amíg nem látjuk az indoklást. Úgy, ahogy eddig sikerült, most is sikerülni fog, az a garancia, hogy akarjuk, az a garancia, hogy van egy erős közösség, és van rengeteg család, szülő, gyerek, akik ezt az iskolát választották és választják. Elnök úr, ahogy a katolikus iskola helyzete is jelzi, hogy nem minden magától értetődő, és igenis fontos az, hogy közösségként hogyan viszonyulunk, hogyan állunk ki bizonyos helyzetekben. Ezért is fontos talán az a folyamat, az a népszámlálási folyamat, ami elkezdődött Romániában, ugye, hogy ebben részt vegyünk, és az erdélyi magyar közösség is részt vegyen. 9 nap van még arra, hogy az online önkitöltési szakaszban az erdélyi magyarok is részt vegyenek, és a romániaiak összességében mindenki részt vehessen ebben a folyamatban. 2 hónap következik, amikor már házról házra járnak a biztosok. No de, és nagyon sokat beszéltünk már a népszámlálás abszolút tétjéről. Politikai, gazdasági, társadalmi szempontból, de ön számára, mint az RMDSZ elnöke, az erdélyi magyar közösség vezetője, mi az abszolút cél? Az 1 milliós bűvös szám, vagy annak a meghaladása? Nem, nincs ilyen cél. Nem, nincsenek bűvös számok. Ez nem varázslat, hogy akkor el kell érni egy bizonyos számot. Nekünk egyetlen egy célunk van, hogy minden Romániában élő magyar embert tisztességesen megszámoljanak, számba vegyenek, és természetesen minden egyes romániai magyar ember, aki úgy gondolja, hogy fontos az identitás, az részt vegyen a népszámláláson, és az identitását vállalja. Én nem foglalkozom a számokkal, hogy bűvös szám. Mágia, ez nem mágia. Ahányan vagyunk, annyian kell a szülőföldön megteremtenünk magunknak a mai, meg a holnapi, meg a holnap utáni naphoz szükséges intézményes kereteket, a jövő tulajdonképpen. Úgyhogy nem számháborúról van szó. Nyilván, hogy az ember önbecsülése, a közösség önbecsülése szempontjából mindig az a jó, ha minél erősebb a közösség, minél nagyobb. Mi is ezt szeretnénk, de vannak társadalmi folyamatok, amelyeket senki nem tud megállítani, sem mi, sem más, sem itt, sem máshol. Ezek általános folyamatok. Tehát mi azt szeretnénk, hogy mindenkit, és ez a cél, mindenkit tisztességesen megszámoljanak. Az önkitöltéses fázisa ennek a népszámlálási folyamatnak egy nagyon fontos, ilyen még nem volt Romániában, ez is egy újdonság. Jó, rossz, majd kiderül, én azt gondolom, hogy jó, mert az ember saját maga el tudja végezni azt a munkát, aminek a végén megnyom egy gombot, és tudja, hogy regisztrálták, és amit ő mondott, az bekerül a nyilvántartásba. Természetesen, amikor jön a népszámláló biztos, ő benne is bízunk, neki is elmondjuk, követjük, ahogy beteszi az X-eket a különböző rubrikák mögé, de azt, amit a saját kezünkkel elvégzünk, az a biztos munka. És ezért biztatunk mindenkit, hogy a következő 9 napban húzzunk bele, és minél többen ezt a változatát a népszámlálásnak, ezt az online kitöltéses formát végezzük el, és küldjük vissza interneten a statisztikai hivatalba. Persze, ennek van következménye, mindegyiknek van következménye. Mert egy erős közösséghez másképpen viszonyul az állam. Miben egy erős közösség másképpen, másképpen tudja érvényesíteni az érdekeit az állami intézményekkel való viszony rendezésében. Következménye van a nyelvhasználatban, különösen Vegyesvidéken, Szorványban, mert ma 20%-os arányhoz kötött egy településen az anyanyelv használata, és fontos, hogy ott, ahol határeset, ott mindenkit megszámoljanak, és ne veszítsük el az arányokat és a jogot, hogy használjuk az anyanyelvünket. Fontos a beiskolázási számok szempontjából, és az nem a következő tanévről szól, a következő 10 esztendőről szól, hogy milyen beiskolázási stratégiát, iskola működtetést, Szorvány kollégium működtetést tudunk megtervezni, kiknek tervezzük, meglátni kell ezt. És fontos a gazdasági pénzügyi költségvetési támogatáskor, mert a román költségvetés az úgy van összerakva, ahogy a visszaosztásból lakosság arányosan osztanak el pénzeket. És nem mindegy, hogy egy megyében hány ember él. És a népszámláláskor ez is kiderül, nem csak az etnikai arány és az etnikai hovatartozás. Tehát nekünk minden szempontból fontos, hogy
nyelvi, anyanyelvi használat jog szempontjából, iskolai, anyanyelven tanulási jog szempontjából, fejlesztések szempontjából tisztességesen megszámoljanak, és ezért mondjuk mindenkinek azt, hogy szálljon be, tegyen egy kis erőfeszítést, és végezze el ezt a munkát. Gyakorlatilag ilyen lehetőségünk még nem volt, hogy mi magunk megtehetjük ezt, még akkor is, hogyha bonyolultnak tűnik az a kérdőív. Igen, én is szeretném, hogyha egyszerűbb lenne, régen még bonyolultabb volt, a következőnél még egyszerűbb lesz, eljutunk mi is oda, hogy csak néhány kérdést tesznek föl, de végig kell menni ezen a kérdőíven. Az utolsó részében vannak az etnikai hovatartozásra vonatkozó részek, és mindenkit arra kérünk, hogy 9 nap alatt jussunk el, 500 ezer embert legalább ilyen módon vegyünk nyilvántartásba. És akkor azt mondom, hogy ezt a célt, ezt a feladatot jól végeztük el. Többen felvetették az elmúlt 2 hónap alatt, hogy nem érzik az emberek a tétjét igazából a népszámlálásnak, és talán emiatt is nem vettek részt nagyon nagy számban önként ebben a folyamatban, de hogy az anyanyelvhasználat például, ami kézzelfogható akár az erdélyi magyar közösség számára a mindennapjaiban, azt látjuk, hogy igen, számos településen, ahol 20% fölötti a magyar lakosság aránya, ott jogi lehetőségek vannak az anyanyelvhasználatra, viszont nagyon sok helyen ez akadozik. A közigazgatásban, az intézményrendszeren belül jogunk van rá, de vagy nem élünk a lehetőséggel, vagy nincs meg rá az infrastruktúra. Ez is egy nagyon fontos tét, hogy hogyan lehet akár ezt valóban gyakorlatba ültetni és jobbá tenni. Ön lát-e erre lehetőséget? Vagy Marosvásárhelyen például, nem kell elmenni a faluig, elég a városig menni. Így van. Ez rajtunk múlik, hogy használjuk vagy nem. Természetesen, hogy hallottam azt az érvet, hogy rövidebb legyen a tanácsülés, meg hogy ne sértsük a románokat. Én szerintem, aki tanácsosi mandátumot vállalt, mindegy, hogy falun, városon, megyében, ahol joga van használni az anyanyelvét, ott ne legyen tekintettel arra, hogy egy kicsivel hosszabb lesz az önkormányzatnak a megbeszélése, a tanácsülés. És igen, mondja el magyarul, és hogyha szükség, akkor mondja el románul. Ezzel nincs az ég egy világon semmi baj. Elsősorban rajtunk múlik, hogy élünk-e a jogainkkal. Ha nem élünk, előbb-utóbb ezek elveszítik az érvényességüket, nem, hanem az indokoltságukat. Hogyha nem használod, és egyszer csak akarod használni, akkor azt mondják neked, ha mostanig nem használtad, akkor most mi jutott beléd, eddig így jó volt, akkor most mit akarsz? Tehát én mindig mindenkit arra biztattam, hogy használja a jogát, az elnyert jogát, és természetesen próbálja meg ezt bővíteni, a kereteit bővíteni. Na de most az, hogy mennyire érzik az emberek át ennek a fontosságát. Nézze, a népszámlálás a világon sehol senkit nem érdekel. Ez a polgárok számára általában, ha szabad így fogalmazni, egy nyűk. Ez az állam számára egy fontos dolog, hogy lássa, hogy hogyan néz ki a társadalom egy adott pillanatban. Ha a román társadalmat nézzük, senkit nem érdekel a népszámlálás. Magyarországon is most folyik a népszámlálás, a kutyát sem érdekel a népszámlálás, mert nekik nincsen etnikai vonzata. A többségnek nincsen ilyen problémája. Az, hogy az erdélyi magyarokat érdekli valamelyest, és próbáljuk az érdeklődést fölkelteni, éppen azért van, mert egy kisebbségi közösségnek más tétek is a szemünk előtt kell, hogy legyenek a népszámlálás kapcsán. És én azt láttam, hogy az elmúlt néhány hétben, annak köszönhetően, hogy valóban kampányoltunk emellett, sokan, egyre többen, és egyre inkább érdeklődnek, de magától az érdeklődés nem fog felkelni. Ez egy statisztikai állami művelet, amit a statisztikai hivatalok nyugaton már a polgárokkal nem is igazán beszélnek meg, mert a különböző adatbázisokból, adminisztratív eljárással összerakják a képet, és csupán ilyen kontrollszerű ellenőrzéseket végeznek. Itt mi felénk még végig mennek a társadalmon, és sok-sok kérdést föltesznek. De az emberek ettől nem jönnek lázba, én ezt készséggel elismerem. Egy kisebbségi közösség számára a tét ennél sokkal több. Az etnikai identitás megőrzésének az intézményes formái, az állammal való viszony rendezésének az egyik fontos alapja, pillére, hogy mekkora közösség vagyunk. Ez a nagy tét igazából, ezt kell megérteni. Vannak-e politikai tétjei annak, hogy mennyien vagyunk ma erdélyi magyarok itt? Igen, akkor, amikor egy erős közösséget lát a többség, akkor másképpen viszonyul hozzá. Ha azt látja, hogy egy fogyatkozó, megtöredezett, meghasonlott közösség van, akkor úgy viszonyul hozzá, és akkor, amikor a politikai érdekképviseletet fölépítjük, működtetjük, most szinte mindegy, hogy egy községben, egy városban, egy megyében, vagy országos szinten, akkor a román partnerek, vagy lehetséges partnerek is azt szerint vesznek, téged tetszik, vagy nem tetszik, ilyen a világ, ilyen a társadalom, ilyen a politika,
számba, komolyan, a tudásodon túl, hogy ki képviselsz, mekkora közösséget képviselsz, ki van mögötted, mekkora közösség áll mögötted. És ez a politikai tétje. Másképpen tudsz tárgyalni akkor, amikor egy településen, egy önkormányzatban vagy a román parlamentben kell érdeket érvényesíteni, hogyha egy erős közösséget tudsz magad mögött. És a népszámlálás meg azt mutatja, hogy van egy életképes, minden tekintetben életképes erdélyi magyar közösség, romániai magyar közösség 2022-ben is. És igen, ez ad egy erőt a közösségnek az érdeképviselet során. Hogyan érzékeli ön most kormánytagként is, hogy mekkora erő van az erdélyi magyar közösségként, tehát politikai szempontból, hogyan viszonyulnak, hiszen itt többször elmondta most is, hogy másként fog viszonyulni a román állam is, amennyiben egy erős közösség vagyunk. A választásokon szokták ezt lemérni. Igazából az utolsó választáson megkaptuk azt a támogatást, aminek köszönhetően kormányon vagyunk, és így is tekintenek ránk, hogy egy erős magyar közösséget legitim módon képviselünk. És azon belül természetesen nekünk nap mint nap el kell végezni a munkát, a feladatot. Én nem szeretem folyamatosan azt a szót használni, hogy meg kell harcolni az eredményekért, de végül is erről van szó, mert a parlamenti aritmetika az világos, és a politikában mindenhol a parlamenti aritmetika számít. Volt egy koalíció, szűk egy esztendeig, ahol a súlyunk matematikailag az arányokat illetően nagyobb volt. Van most egy nagy koalíció, elmondtuk százszor, nem kell mondanunk, mindenki össze tud adni és el tud osztani néhány számot. Kisebb az arányunk, mert nélkülünk is megvan a többség, és mégis elértük azt, hogy politikailag szükség legyen ránk, és egy nehéz, de stabil, egy bonyolult, de jól működő koalíciónak a tagjai vagyunk. És ilyen körülmények között kell érdeket érvényesíteni, hogy akár meg is kerülhetnének, de nem kerülnek meg, mert ott vagyunk, és szakmaiságunkkal, tudásunkkal, hozzáértésünkkel, hozzáállásunkkal kivívtuk azt a lehetőséget, hogy így fogalmazzak, hogy egy ilyen koalícióban is tudunk dolgozni. Ez ma így van, de ahhoz, hogy holnap is így legyen, holnap után is így legyen, ismét csak szükség lesz a közösségi támogatásra. Ilyen a politika, ilyen a világ, így működik a világ. Tehát én most nem panaszkodom, mert jó az érdekérvényesítő képességünk, és azért, mert sokat kell dolgozni, aztán meg végképp nem panaszkodom, ezt vállaltuk. Elnök úr, tudom, hogy nem szociológus és nem is jós, viszont azért kíváncsi vagyok arra, hogy mit tippel ön, hogy 2020-ban népszámlálás lezárásakor mely erdélyi településen él ma a legtöbb erdélyi magyar? Nem tudom, majd meglátjuk. Tehát, hogy az öreg bölcs mondta, majd meglátjuk. Ennél többet nem tudok erre mondani. Nagy fogyásra számít erdélyi magyar közösség tekintetében ön? Biztos, hogy vannak változások, hogyha ez az általános trendben benne van, és nem a fölött van, akkor azt gondolom, hogy nem mozgunk mi sem másképpen, mint a romániai társadalom összességében, vagy mint a kelet-európai társadalmak összességében. Azért erről még sokat lehetne beszélgetni, ez egy hosszabb misét megérne, hogy az elmúlt 30 évben mi történt Romániában, mi történt a kelet-európai, a közép-európai államokban, társadalmakban, ebben az átmeneti időszakban. Mert a szabadság sok mindent elhozott, a szabad világ sok mindent lehetővé tett, azt is lehetővé tette, hogy van egy nagy mobilizáció. Van egy hatalmas mobilitás mindenféle tekintetben. Erre is, arra is. Az, hogy melyik időszakban erre, melyik időszakban arra, vagy hogy ez folyamatos ide-oda-jövés jelent, ez egy másik kérdés, erről érdemes lenne hosszasabban beszélni. Igen, azt gondolom, hogy itt Romániában az általános kelet-európai trend érvényesül, és ez bennünket sem kímél meg. 90-ben láttuk, hogy 91-ben sokkal többen mentek el magyarok, mint románok. Utána ez megfordult, egy időben sokkal több román ment el, mint magyar. Én azt gondolom, hogy kiegyenlítődött, de majd a számok fogják megmondani. Nem tudok én ennél többet mondani. Nem is lenne sem korrekt, sem szakmailag megalapozható. Most azt mondani, hogy egy bizonyos városban ennyit fogyott, ott meg annyit nőtt. Hát honnan tudnám? Majd meglátjuk. Kíváncsian várjuk. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk. Köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak, és ne feledjék, 9 napuk van még arra, hogy kitöltsék online a népszámlálási kérdőívet, ha még nem tették meg, akkor kérjük ezúton is, hogy tegyék meg. Viszontlátásra!